A návai által kínált képzések sora az elmúlt években bővült, többek között a turisztika szakkal is. Makon van létjogosultság ennek a szakiránynak, mivel a település kitörési pontja az idegenforgalom lesz az elkövetkezendő években. Mint megtudtuk, nagy igény mutatkozott erre a képzésre. A 11. év folyamos hallgatókat kísérte el Farkas Diána oktató szerkesztőségünkbe csütörtökön, hogy bepillantást nyerjenek a kulisszák mögé. Ők ugye most kezdték e, nagyobb számban tanulni a szakmát, ahol több témát is érintünk, aminek az egyik része a reklám és vásárlás ösztönzés, valamint ügyfélkapcsolatok, illetve tanulunk pszichológiai alapismereteket, illetve ők e, ötöd év végén idegenvezetővé válnak, és ugye nagyon sok hasonlóság van a média világa és az idegenvezetés között, illetve azt, ahogy itt a riporterek, illetve a Makóvárosi Televízióban a kollégák dolgoznak. Arra gondoltam, hogy ebből ötletet meríthetnek, illetve esetleg majd improvizálhatnak, vagy valamerre terelhetjük őket a közeljövőben. Mivel kíváncsiak voltak a magazinos és a híradós helyszínekre, így itt fogadtuk őket, ahol kipróbálhatták magukat a hírolvasói székben is, amelyben nagyon ügyesnek bizonyultak a fiatalok. A diákokat beavattuk munkánk folyamataiba, de szó esett a képújságról és a reklámfilm készítésről, illetve a nézettségről és az elért nézőink számáról is. Az oktató megosztotta velünk, hogy milyen jelentőségűek ezek az alkalmak a fiatalok számára. Ők az első évfolyam, akik elkezdték ezt a szakot itt a, a Makóisza középiskolában tanulni, és valójában még most próbálják ők is megtalálni saját magukat, hogy vajon az idegenforgalomnak, a turizmusnak melyik lesz az az ága, ahol majd ők kiteljesedhetnek, és megvalósíthatják önmagukat. Beszéltünk arról, hogy ők, ha idegenvezetők is lesznek, nagyon jó alapokat fognak tanulni itt ebben az iskolában, amivel nem föltétlen csak idegenvezetőként, hanem akár utazásszervezőként, rendezvényszervezőként, szállodai dolgozóként, értékesítőként, vagy akár a marketing területén is el tudnak helyezkedni. Úgyhogy ezért járjuk most körbe ezeket a szolgáltatókat, vállalkozásokat, akik fogadnak bennünket, és nagyon hálásak is vagyunk érte. Mint megtudtuk, további intézményeket is felkeresnek annak érdekében, hogy minél szélesebb képet kapjanak a város és a térség kiemelt attrakcióiról. Jártak már a hagymaházban, a hagymatikumfürdőben, illetve a múzeumban és a könyvtárban is, de természetesen a maros partot sem hagyhatták ki. Osztotta meg stábunkkal Farkas Diána.